A Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában a hagyományos óvodai életről Harsányiné Szabó Ilona tagóvoda vezetőt kérdeztük. Mint megtudtuk, az új nevelési évben 12 új gyermeket fogadtak. Az év eleje úgy indult, hogy a gyerekek még anyás beszoktatás keretében jöhettek a csoportokba. Megpróbálták időeltolódással fogadni a szülőket is. A gyerekek mára elsajátították az óvodai szabályokat. A szeptemberi hónapban 12 új gyermeket fogadtunk az óvodánkba. Az év eleje úgy indult, hogy a gyerekek még anyás beszoktatás keretében bejöhettek a csoportokba. Mindegyik csoportba 3-4 új kisgyermek érkezett, tehát nem volt a szülők száma is sok. Megpróbáltuk időeltolódással fogadni a szülőket, hogy ne legyen az, hogy többen vannak benne a csoportban. A gyerekek 1-2 órát töltöttek az első napokban, aztán ez a mai napra már szépen kialakult, megszokták, elsajátították azokat a szokásokat, szabályokat, ami itt az óvodában érvényes. Kezdenek bizalommal fordulni az óvónénikhez is, hát hiszen még kicsik, és nekünk is még meg kell velük ismerkedni, de mára már úgy mondhatom, hogy minden kisgyermek benn van az óviban, és kezdi megszokni az óvodai életet. A hatalmas elő- és hátsó udvar és a csoportszobák előtti terasz is lehetővé teszi a kicsik elkülönített foglalkoztatását is. Minden csoportnak külön öltözője, külön mosdója van, tehát így a csoportok nem érintkeznek egymással. Az udvaron és a hatalmas udvaronk megtesz tehát lehetőséget arra, hogy elszaparáljuk a gyerekeket az udvar különböző részein, illetve a szabad levegőn tartózkodást, azt pedig minél hosszabb ideig próbáljuk a gyerekekkel, hogy minél többet legyenek a levegőn, és nem az árt csoportszobában legyenek. Egyébként a csoportszobákat lehet szellőztetni, szellőzőberendezés kaptunk az új felújítás során, illetve a bukónyíló ablakok, tehát az óvodának a átszellőztetését biztosítják. Első rendezvényünk az Ügyeskedj a kerékpároddal. Óvodai szinten majd a Mihály napi sokadalom következik, amit szintén szülők nélkül valósítanak meg. Ebben az időszakban szoktuk megrendezni az Ügyeskedj a kerékpárod vetélkedőt, ami egy városi rendezvény szokott lenni, de most a járványügyi helyzet miatt minden tagóvoda saját maga, a saját óvodájában valósítja meg a gyerekekkel ezt a rendezvényt, és erről videófelvétel készül, és a munkaközösség majd későbbiekben egy kis filmet fog ebből a videókból összeállítani. A jó idő lehetőséget ad arra is, hogy a kerékpározást népszerítsük az óvodában. Minden óvoda rendelkezik megfelelő számú gyermekkerékpárral, illetve futóbiciklivel, és a óvónénik feladata, hogy ezekkel megtanítsák a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Beszélünk itt a közlekedési szabályokról, a helyes kerékpározási szokásokról, a közlekedési ismeretekről, tehát sok-sok olyan ismerettel lesznek a gyerekek gazdagabbak, amelyet már későbbiekben akár iskolásként, akár mint majd felnőttként is tudnak alkalmazni. A mi óvodánkban is rendezvényeket fogunk még a következő időszakban is tartani, hiszen a Mihály napi vásárunk ez egy hagyományteremtő rendezvény, amikor az új gyerekeket fogadjuk, illetve a vásári hangulatot próbáljuk felidézni és örökíteni a gyerekek számára. Ezt a rendezvényt, mint a mait is, szülők bevonása nélkül délelőtt a gyerekekkel valósítjuk meg. Egész évben kézműves feladatok, mozgás, tánc, hagyományos népi játékok várnak a gyermekekre. Magával a kézműves ötletekkel, a tánccal, a mozgás és játékokkal, az olyan hagyományi játékokkal, mint a tökgurítás, kukoricacsuhé fonás, kukoricával célba dobás, tehát olyan népi játékokat próbálunk a gyerekeknek megmutatni, amivel régen is játszottak, és nem kerül pénzbe, hanem a saját kis otthoni környezetükben is tudják játszani. A jó időben a biztonságos kerékpározást is, a közlekedési ismereteket is megtanítják nekik.